szinte ilyen véletlenek sorozata az, hogy ezt a pályát, vagy igazából nem is mondanám pályának sem munkának, hanem ez gyakorlatilag az életünknek a szerves részét képzi, de arra a végképp nem gondoltam volna, hogy én egyszer majd borral és szőlővel fogok foglalkozni. Egy nagyon erős vágyat és késztetést éreztem arra, hogy nekünk itt bizonyítanunk kell, és ez kell, hogy legyen az életcélunk, hogy megmutassuk őszintén a szülőfalunknak és környékének az értékeit, az adottságait. Emiatt kezdtünk el borokkal és natúrborokkal foglalkozni. Maga a gazdaság az első generációs, hát ezt már mi kezdtük el ketten építeni. Folyamatosan ilyen nagyon ösztönös döntéseket hoztunk, ami tényleg legtöbbször szembe ment az észszerűséggel, de valahogy mindig kitartottunk, és egy annyira nagyon erős családi háttér volt mögöttünk. Ezzel a növénnyel, a természettel egy olyan szintű harmóniát tudunk kialakítani, illetve hát erre törekszünk, hogy ki tudjuk alakítani, hogy minden rezdülését figyeljük, amit utána már klasszikus értelembe vett borászként mi nem próbálunk túlhajtani. Egész évben kint vagyunk, dolgozunk a növénnyel, és a legnagyobb tudásunkat abba fektetjük, hogy az alapanyag, a szőlő, amikor kész van arra és bekerül a pincébe, akkor az egy olyan minőséget, egy olyan koncentrációt hordozzon, ami utána a pincébe nekünk ne nagyon legyen már dolgunk vele. Amikor a bakművelésű öreg tőkéinket műveljük, akkor mindig emlékeztet a szőlő arra, hogy a természet fölöttünk áll, és minden egyes tőke előtt érdet kell hajtani, vagy le kell gugolni hozzá. És ez egy nagyon szép szimbólum szerintem a mindennapjainkban. Igen, ugye a szőlő az alap, és a bor az tulajdonképpen a kiteljesedés egy ajándék. És minden palack bor tele van izgalommal, rengeteg történettel, és nagyon bízunk benne, hogy akinek a poharába és a kezébe kerülnek ezek a borok, ők érzik azt, hogy ezek a borok nagyon sok mindent magukba hordoznak. Ami jó, ami a természetből jön, ami ebből a csodálatos termőhelyből adódik, mert semmi más nincs ezekben a borokban, csak ez.